Két évig a képviselői tiszteletdíjak a polgármester, alpolgármesterek illetményének emelése mellett voltak a pécsi baloldali városvezetők. Hiába mondta a polgári oldal, hogy nem erre kell költeni a város bevételeit, mondja a pécsi Fidesz frakció vezetője. Most azonban a hazai polgármesterek illetményének emelését hozó önkormányzati törvény módosítása után lemond az emelésről a pécsi városvezető, valószínűleg politikai marketing fogásként, de nem ez az igazi spórolás, mondja a politikus. Kíváncsian várom, hogy a 2022-es költségvetésnek a tárgyalásakor valón ezen a jelképes felajánláson kívül az a több százmillió forintnyi összeg és megtakarítás megjelenik-e, amit a baloldali városvezetés saját klientúrájára és barátaira költött az elmúlt két évben. Ennyivel került többe a baloldali városvezetés a pécsieknek. Valódi érdemi döntésként szállítsa le a különböző barátoknak, tisztségviselőknek az illetményét és javadalmazását legalább a 2019-es szintre, mondja a frakcióvezető. Illetőleg mondja fel azokat az abszolút szükségtelen szerződéseket, amelyek gyakorlatilag azt eredményezték, hogy Péter Füatilla egy tanácsadó hadsereggel vette körül magát. A sporttól, a szociális szféren át, a civilekig, mindenhol jó kipróbált, szocialista, illetve DK-s káderek ülnek. Én azt gondolom, hogy ez lenne a fair, hogyha nézzenek magukba, és az érdemi spórolást azt valóban kezdjék el magukon, és remélem, hogy idén nem az óvodákon, a szociális ágazaton, a buszsofőrökön és az önkormányzati intézményrendszerben egyébként dolgozó sok ezer pécsin akarnak spórolni. Mint ismert, 2022-től az államtitkári alapbért veszik figyelembe a polgármesterek illetményének megállapításában lakosságszám alapján. 30 ezer fölötti lélekszámnál az államtitkári bér 80%-a az összeg, ez 1,4 millió forint. A központi költségvetésből évente 1,5 milliárd forintot szánnak a polgármesterek emelt bérére. A nagyobb városok, így Pécs esetében, ahol 10 milliárdos saját bevétele van az önkormányzatnak, nincs támogatás. Ezért akarja az emelés összegét a pécsi polgármester visszautalni a város költségvetésébe. Januártól mintegy 400 ezer forinttal nőne az alapilletménye.